Munkában a malter keverőt isz a Vasváriban. A szigetelő lapok pedig már az épület falain vannak. 3 héttel ezelőtt kezdődött el a kivitelezése annak a bölcsődei nevelési fejlesztésnek, melynek köszönhetően energetikailag korszerűsítik, és több mint 177 négyzetméternyi hasznos alapterülettel bővítik a tiszavasvári cseperedő bölcsödét. Elsősorban, ami számunkra fontos volt, és a mai világban mindenki számára fontos, az az energiahatékonyság. Az épület úgymond teljes egészében szigetelés alá fog kerülni, 15 cm, 10 cm, a tetőn pedig 30 cm-nyi hőszigetelés fog megvalósulni. Újra lesz színezve az épület, energiahatékonyság szempontjából sokkal jobb és sokkal modernebb lesz, de a mai világban azt tapasztaljuk, hogy az anyukák azok egyre hamarabb szeretnek a munkaerővilágába visszatérni, köszönhetően a kormányzati intézkedéseknek. Tiszavasvárira is ez a jellemző, és ez a pályázat tartalmaz egy bővítést is a felújításon az energiahatékonyságon kívül. Egy csoportszobával fog bővülni az intézmény, 14 fő gyermek kap majd itt lehetőséget, és kerül majd a jövőben elhelyezésre. Az építkezés és a korszerűsítés várhatóan nyár elejére elkészül, és 3 új munkahelyet is teremt az intézményben. Az új épületrészben kialakított korai fejlesztőszoba pedig nagyban megkönnyíti a szülők mindennapjait, de rendkívül fontos a gyermekek fejlődését tekintve is. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy segítséget nyújtsunk a szülőknek abban a tekintetben, hogy azoknak a gyerekeknek, akik sajátos nevelési igényűek, vagy korai fejlesztésre javasolják a gyerekeket, itt helyben tudjunk lehetőséget biztosítani arra, hogy ezt a korai fejlesztést megkaphassák. Ideig ez nem volt járható út, mivel nem volt rá sem helyünk, sem felszerelés, de a bővítés során erre lehetőség nyílik, és egy fejlesztőszoba is kialakításra kerül a megfelelő eszközökkel együtt. A szakmai háttér, a személyi háttér is biztosított lesz. A teljes beruházás értéke 175 millió forint, amelyet a város önkormányzata Európai Uniós támogatásból finanszíroz.